Már több mint 751 gyógyultak fel az új koronavírus okozta fertőzésből, és eddig 373-an haltak meg a betegségben Magyarországon, mondta az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos. Ami a legfontosabb üzenet a mai napon az, hogy már két napja az úgynevezett aktív fertőzöttek száma csökkenőben van. A járvány kezdete óta mindösszesen 3111 fő pozitivitását igazoltuk. Az aktív fertőzöttek száma, amely azt mutatja, hogy most jelen pillanatban hányan bizonyulnak pozitívnak, az összes eddig kimutatott fertőzöttekből levonva a gyógyultak, illetve az elhunytak számát 1979 fő a mai napon. A gyógyultak száma is örvendetesen növekszik, 759 fő tartunk nyilván, aki immáron egészségesnek bizonyul, és a fertőző betegségből meggyógyult. Az elhunytak 373-an vannak a járvány kezdete óta, összesen ennyi embertársunkat veszítettük el, akik bármiben is haltak meg, tehát az alapbetegségük esetleg egyértelműen meghatározza a halálozás okát, azonban mindenkit nyilván tartunk a járvány kezdete óta, akit laboratóriumi vizsgálattal pozitívnak ítélünk meg, tehát mindenkit beleszámolunk az elhunytak körébe, aki pozitívnak bizonyult. Kórházban vannak 964-en, láthatjuk, hogy ez az aktív fertőzötteknek körülbelül a fele, tehát számosan gyógyulnak otthonukban is, mert akár tünetmentesek vagy tünetszegények, és nem szorulnak kórházi ápolásra, azonban körülbelül az összes aktív fertőzött fele még kórházban van, és 50-en vannak a mai napon lélegeztetőgépen. Asztaloknál ülő vendégek. Korábban teljesen megszokott volt a látvány az éttermekben, az elmúlt hetekben azonban nem láthattunk ilyen jeleneteket. A koronavírus járvány elleni védekezés előző szakaszának egyik kormányzati döntése volt az is, hogy nem nyithattak ki az ilyen egységek. Mint a Hazai Gasztronómiai Szövetség elnökétől megtudtuk, a vendéglátó és szállodai szektor mintegy 80%-a kényszerült arra március közepe óta, hogy feladja a harcot és bezárjon akár véglegesen is, és mindössze 20% tudott működni a munka átszervezésével megtartva dolgozóit, ha csak 2-4 vagy 6 órában is foglalkoztatva őket. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan még mindig a túlélésre játszanak, az éttermeknek a nagy részének, akinek volt tartaléka, az már teljes mértékben elfogyott, vagy legalábbis a minimálisan korlátozódott. Most tényleg nem az a lényeg a vendéglátó egységeknél, hogy valamiféle profitot termeljenek, hanem most az a cél, hogy életben maradjanak, és a munkavállalóinkat meg tudják tartani. Ahol elfogytak a tartalékok, ott első körben a vállalkozásoknak a megtartása, vagy az életben tartása volt a cél vállalkozói szemszögből. Több helyen felújításokat végeztek, kerthelyiségeket, teraszokat építgettek ebben az időszakban, készülve az újranyitásra. Erre hétfőtől lehetőségük is van szigorú szabályoknak megfelelve. A vendéglátó üzletek nagy része ugyanakkor még mindig zárva tart, sokan pedig csökkentett ét- és itallappal várják a hozzájuk betérőket. Mosdóba be lehet menni, de viszont az ételt, italt felszolgálni csak kerthelyiségben. Ez a másfél méteres távolságtartás, az asztaloknak az elhelyezkedése is, illetve a vendégek egymástól való elhelyezkedése is legyen meg legalább a másfél méter, folyamatos fertőtlenítések, a székeket, az asztalokat, az evőeszközöket, a plédeket esetleg, egyszer használatos plédeket nézőjelesen kellene használni. A mögöttünk álló nagyjából másfél hónapban Megyingben is voltak próbálkozások az ételkiszállítás rendszerének kiépítésére, de Krivács András szavai alapján ez nem mindenhol működött. Azok az éttermek jártak sikerrel, amelyek több szálon próbáltak megfelelni a megváltozott körülményeknek és igényeknek. Egyrészt ugye elindult a webshop rendszerünk, ami eddig nem volt, bár terve volt, ezt most viszonylag rövid időn belül be kellett vezetni. Csatlakoztunk ugye azokhoz a felületekhez, akik
ez. Saját magunk oldjuk meg a kiszállítást, tehát nem tudjuk másra bízni, mivel nem termékeink vannak, amit egy átlag futár nem feltétlenül tud. Gondolok itt most tortára, süteményre, fagyatra, amit teljesen másfajta kiszállítási módot követelnek meg. Most azzal, hogy vannak engedmények, ezáltal azért látványosan is elindultak a vásárlóink, és most már egyre többen bejönnek. Bár az elmúlt hetekben a bevételek terén javult a helyzet, és nem is kellett egy dolgozójukat sem elküldeniük. Úgy látják, leghamarabb július-augusztus környékén térhetnek vissza a normális kerékvágásba. Ehhez azonban szükség lenne arra, hogy továbbra is megmaradjanak az adózást érintő kedvezmények. Az ágazatban dolgozó munkavállalók az őket képviselő szervezetekkel és a kormányzattal összefogva folytatnak párbeszédet a fennmaradás érdekében. A rendezvények augusztus 15-ig elrendelt tilalma ugyanakkor nehezíti túlélési esélyeiket. De mint a gasztronómiai szövetség elnöke fogalmazott, bár a 24. órában vagyunk, kemény munka árán megmenekülhetnek a vállalkozások. Üres ennek a fogászati magánrendelőnek a várója, csak előre egyeztetett időpontban érkezhet páciens. Jó hír viszont, hogy legalább érkezhet. A kormány hétfőn úgy döntött, a koronavírus járvány miatt leállított szakorvosi vizsgálatok újraindulhatnak, egyes rendelések igénybevételét azonban negatív teszteredményhez kötötte. Erről Kásler Miklós miniszter hétfőn az országgyűlésben azt mondta, a tesztet minden esetben el kell végezni, ha felvetődik a fertőzés gyanúja. Ennek árát állami ellátásban a biztosító fizeti, a magánellátásban pedig a magánellátó vagy a beteg. Itt a 6500 forinttól egészen a 60 000 forintig mindent hall az ember. Most az a kérdés, hogy ugye ezek a tesztek mennyire megbízhatók, az olcsóbb tesztek, a gyors tesztek mennyire megbízhatók, mert ugye ennek a pontossága ez 25%-os, most az a kérdés, hogy az orvos ezt el tudja elfogadni, vagy el akarja elfogadni. Én inkább azt mondanám, hogy jelen időszakban egy kicsikét még mindig legyenek a fogászati szempontból mindenféleképpen nyugalomba az emberek, egy kicsikét még kevésbé próbálják itt töregedni arra, hogy minden ellátás sorra kerüljön, és hát ha ezek a tesztek már nem lesznek szükségesek egy pár hét múlva. Addig is teljes védőfelszerelésben szigorú szabályokat kell betartaniuk mind az orvosoknak, mind a betegeknek. Stábunk is csak lábzsákban léphetett be a váróba. A protokoll, ami nem változtattunk, most így, hogy a járványnak a lefutását nézzük, ez egy picikét, hála az égnek úgy néz ki, hogy lehet, hogy egy kicsikét túlbiztosítjuk a dolgokat. Tehát mi úgy engedjük be, hogy a váróba egy beteg lehet bent, ez a jogszabály szerint, sőt, egy beteget sem szoktunk beengedni, hanem szinte egyből a székbe szoktak beülni. Néhány beteg esetében, akiknél fúrás szükséges, félórás fertőtlenítés következik. Ehhez speciális kékfényű germicid lámpát is használnak, amely jelenleg a leghatékonyabb módszer arra, hogy mind a légteret, mind a felületeket csírátlanítsák. Ezt a technológiát jelenleg csak a legmodernebb kórházakban alkalmazzák. A kijárási korlátozások enyhítésével a vidéki fürdők és szabad strandok egyaránt engedélyt kaptak arra, hogy újra kinyissanak. Mivel a szabályok lazítása viszonylag váratlanul érte az üzemeltetőket, jellemzően ezek a helyek még néhány hét üzemszünetet tartanak annak érdekében, hogy biztonságban fogadhassák a hűsölni vágyókat. Ugyan valódi strandidőről még messze nem beszélhetünk. A nyári dömpingre való készülődés már a Vásárosnaményi fürdőben is megkezdődött. Úgy tervezzük, hogy június 27-én nyitnánk ki. Mi általában június 15 és 16 között szoktunk amúgy is nyitni. Most az csúszik nálunk is, mivel a járvány miatt nem tudtuk, hogy mire is számítsunk. Itt a fürdőben még az általános munkálatokat ugye el kell végezni ahhoz, hogy ki tudjunk nyitni, és folyamatosan figyeljük majd a kormányrendeletet, egyeztetünk polgármester úrral, Filip Sándorral, hogy mik legyenek az előírásaink, amiket mi is természetesen be fogunk tartani. Nem tudjuk, hogy lesznek-e korlátozások a befogadó képességről, tehát hogy hányan jöhetnek be egyszerre, de ha lesz, akkor minden. Féleképpen oda fogunk erre mi is figyelni. Több helyen ki fogunk majd helyezni kézfertőtlenítésre alkalmas eszközöket, tehát a büfékhez, a bejárathoz, mosdóba. A levelekitó Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnépszerűbb vadvízi strandjává nőtte ki magát az elmúlt években.
A település polgármestere kiemelte, már elkezdték összeállítani azt a szabályzatot, amit nyitás esetén alkalmazni fognak a víztározó környékén. Borsodi László ugyanakkor hozzátette, a hivatalos állásfoglalással szinte az utolsó napokig kénytelenek várni, hiszen a járványügyi helyzet bármikor megváltozhat. Mivel most ugye a negyedik héttől kezdve a magyar kormány úgy döntött, hogy a szabadvízi strandokat meg lehet nyitni, ezért mindenképp tervezzük június 1-től a strand nyitását. Kollégám a Önkormányzati Levelek Kft. Ügyvezetője Dávid József pont most egyeztetett az ANTSZ-el, Nyíregyházi ANTSZ-el, hogy a megfelelő vízmintavétel vizsgálatokat végezzék el, ahhoz, hogy a nyitás időben meg tudjunk majd történni. A mostani állapotok szerint azt tervezzük, hogy nyitjuk a strandot június 1-ével, de természetesen tudva levő, hogy ugye Magyarország kormánya minden héten dönt a éppen aktuális helyzetek megfelelően, ezért, hogyha menet közben ne adj Isten szigorítás van, mert előfordulhat, akkor természetesen csúszik, vagy változhat. A leveleki víztározóhoz kapcsolódó hír továbbá, hogy a tavalyi évhez hasonlóan június közepén ismét Európa-bajnoki jetski futamot rendeztek volna a helyszínen. Borsodi László ezzel kapcsolatban elmondta, a Magyar Jetski Szövetség elnökével folytatott egyeztetés alapján a rendezvény biztosan csúszik, a tervek szerint azonban augusztus második felében megtarthatják a nemzetközi viadalt. Kásler Miklósnak távoznia kell, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Kurózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője. Az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnöke arról is beszélt, hogy a szocialista párt egészségügyi válsághelyzettel kapcsolatos intézkedésekre tett javaslatait tartalmazó petíciós programot kiegészítették az emberi erőforrások minisztere elmozdítását sürgető felhívással. El kéne gondolkodni a miniszterelnöknek, hogy fölmentse Kásler Miklóst a miniszteri székéből, vagy a miniszteri posztjából. Megöregedett, elfáradt, egymásnak ellentmondó intézkedéseket hoznak, leveleznek, ne haragudjonak, tegnap is megfogalmaztam, a levelezés az nem közjogi kategória. Közjogi kategória a tárcarendelet, a kormányrendelet és a törvény. Az, hogy ő leveleket küld ki bizonyos intézményeknek, az az égvilágon semmiféle relevanciával nem bír. Az elmúlt években már többször előfordult, hogy különböző étrendkiegészítőket ki kellett vonni a forgalomból, mivel a bennük található hatóanyagok nem egyeztek meg a feltüntetett hatóanyagokkal. Legutóbb egy férfiaknak készült étrendkiegészítő kapszulát hívott vissza a Nébik, mivel az súlyos egészségkárosodási kockázatot jelenthet a hatóanyag tartalma miatt. Jelen esetben is ugyanez a helyzet, hogy egy olyan összetevőt találtak benne, amely Európában vényköteles gyógyszernek minősül. Ezáltal ennek az étrendkiegészítőnek valóban van hatása, csak mivel nincsen megfelelően kontrollálva, nem tudjuk az összetevőit, nem tudjuk, hogy honnan lett beszerezve, ezért nagyon súlyos mellékhatások fordulhatnak elő. Ezek leginkább a különböző társbetegségekkel együtt okozhatnak fokozottan problémát, magas vérnyomás, szívbetegség, aritmiás kórkép mellett az étrendkiegészítő használata szívinfarktushoz vagy akár halálhoz is vezethet. Ezért a gyógyszerész arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeket a termékeket a megfelelő forrásból szerezze be az, akinek szüksége van rá. Vannak ilyen gyógynövény alapú készítmények, amelyek megfelelő hatással rendelkeznek. Ezeket gyógyszertárakban be lehet szerezni. Amennyiben a probléma ennél súlyosabb, hogy ezek a étrendkiegészítők nem jelentenek megoldást, érdemes lehet a házi orvoshoz vagy szakorvoshoz fordulni, és vele egyeztetni, és akkor különböző hatóanyagú vényköteles készítményeket tudnak javasolni, amik megoldhatják ezt a problémát sokkal nagyobb biztonságban. A Kínából származó Bum Bum Extra megnevezésű növényi kivonatokat tartalmazó étrendkiegészítő kapszulában a laboratóriumi vizsgálat a vanaflin gyógyszer hatóanyagot mutatott ki, ezért a Nébik minőségmegőrzési időre tekintet nélkül kivonatja a forgalomból a potencia növelő terméket.
Köszöntöm a kedves nézőket! A megye több területén, főútvonalakon nagyobb gondot okoz az illegálisan lerakott zsákokba a hulladék. Nagyon sok esetben háztartási hulladékoknak a tömege okoz gondot, főleg az elszállítással kapcsolatosan a magyar közútnak. Ilyen főútvonal a 41-es számú főútvonal Baktalóránd-háza külterületén, a 27-es, 28-as kilométer szelvény, ahol nagy mennyiségű illegálisan lerakott szemetet zsákokban egyes járművezetők a gépkocsi utasteréből kitesznek. Sajnos ezen hulladékok között több veszélyes anyag is található. Tudjuk, hogy tűzgyújtási tilalom van, és egy esetleges tűznél ez további gondot okozhat. De további gondot okoz napi szinten az autópályákon, a parkolókban lerakott illegális szemét, amit legtöbbször zsákokban hagynak, vagy ott felejtenek egyes járműben utazók. Nagyon kérjük, hogy a szemetes szelencébe helyezzék el ezeket, ugyanis egy nagyobb szélnél több esetben gondot okoz ezeknek a szemeteknek az összeszedése, amit zsákokba hagynak utak mellett. De ez jellemző sajnos a 4-es számú főútvonal császárszállás külterületén, illetve megyén kívül is. A megye területén több közúti közlekedési baleset történt az elmúlt órákban, gyakran fordult elő elsőbség megnemadásból származó baleset, illetve ráfutásból adódó. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra! A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfői döntése értelmében befejeződött az idény az NB2-ben, a bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárult le, nincs bajnok, nincsenek végső helyezések. A táblázat első és második helyén álló két csapat, azaz az MTK és a Budafok feljutott az NB1-be, és a már korábban kizárt Balmazújváros mellett kiesett a Tiszakécske és a Vác. A Nyíregyháza Spartacus a 8. helyen állt akkor, amikor félbeszakadt a bajnokság. 2018-ban, amikor átvettem a csapatot a 19. helyről, a 11. helyre sikerült fölkormányozni a csapatot, azt is azt gondolom, hogy sikerként könyveljük el, és most 2019-20-as szezonban a 18. helyen vettük át a csapatot, és ugye jelen állás szerint a 8. helyen lezárták a bajnokságot. Engem nem ért váratlanul egyébként, és nyilatkoztam, hogy én éreztem, hogy ahogy a környező országokban olvastam a híreket, hogy tudják újraindítani a bajnokságot, én voltam benne, hogy a másodosztály nem fog tudni így ilyen körülmények között elindulni, nem tudják biztosítani azokat az egészségügyi feltételeket, amit jelen pillanatban megkövetel ez a sport igazából, és ez be is igazolódott. A 8. hely igazából azt gondolom, hogy reális egyébként, most jelen pillanatban nagyjából így a 6-11. Hely környékére lehetne besorolni a csapatot, de a 8. hely abszolút reális. A hosszú kényszerszünet után a nyíregyházi labdarúgók hétfőn kezdtek el közösen edzeni, és még aznap szembesültek azzal, hogy véget ér számukra a szezon. Természetesen mindenkit ledöbbentett ez a hír, mert ugye arra számítottunk, hogy folytatva lesz a bajnokság, úgy is készültünk, aztán jött a hideg zuhany. Egy futballistának, aki erre tette fel az életét, hogy egyik napról a másikra megszűnik, ugye az, amit szeret, meg az, amit már gyerekkor óta csinál, elég nehéz feldolgozni. Nehéz is volt az időszak, főleg, hogy ugye nem nagyon tudtunk labdával találkozni, de tudtuk nagyon jól, hogy most ez a kényszerhelyzet, ez azért van, hogy ugye megúszuk ezt a vírust, és ugye mindenkinek fontosabb az egészsége. Úgy voltunk valahogy csak átvészeljük. Hornyák Marcell a budafoki Kovács Dáviddal holt versenyben 15 találattal a gólövő lista élén állt akkor, amikor félbe szakadt a bajnokság, így a nyíregyházi csatár gólkirálynak mondhatja magát. Lőttem ezt a 15 gólt, de ugye ezt kellettek a társak is. Nem titkolom, hogy valóban kitűztem a gólkirály címet célú. Hát nem így szerettem volna, hogy az legyek, de hát ez van sajnos, ezzel már nem tudom mit csinálni. A Spalinál az elmúlt héten új szakmaistává vált fel, Gálhidi György lett a vezetőedző. Lengyel Roland a második csapatnál, illetve a Bozsik Akadémián dolgozik tovább. Amit mi elterveztünk, az ugye a 2-3 éves koncepció, ami már eredményekben is megmutatkozhatott volna. 3 év múlva azért ez egy rutinosabb, erősebb csapat, egy-két igazolással megerősítve a csapatot, azt gondolom egy ütőképes csapatot lehetett volna összehozni. De a vezetőség jelen pillanatban egy rövidebb távú célt fogalmazott meg, amit mi tiszteletben tartunk és elfogadunk. Szeretném megköszönni a vezetőség bizalmát, úgy érzem, a körülményeket képest kihoztuk a csapatból a maximumot. Ezúttal szeretném megköszönni minden játékos és stábtag munkáját. Bízom benne, hogy sok örömet fognak még okozni a nyíregyházi szurkolóknak, mert megérdemelni a város is, és a szurkolók is egy jobb eredményt. Mivel az MLS az edzéseket és az edzőmeccseket engedélyezi, a Nyíregyháza Spartacus játékosai nem álltak le a munkával.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 6-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!